Bárhol találkoztam kriminológussal, azt kell mondjam, hogy az volt az érzésem, hogy hazamegyek. Ugyanúgy gondolkodott a világról, ugyanúgy gondolkodott a büntetőigazságszolgáltatásról, mint én. Tehát ezt el lehet mondani, hogy ez egy együtt gondolkodó, egyformán gondolkodó szakma, és ez nagyon nagy tapasztalat volt számomra, amikor először, hogy mondjam, szembesültem, vagy először éreztem ezt, és ez azóta se változott. Én az Árpád gimnáziumban érettségiztem, és az osztályfőnököm Vészi János volt, aki 4 éven keresztül azt magyarázta nekem, hogy nekem jogásznak kéne lennem. Én mondtam, hogy hát ez nem. Én tudom, hogy mi akarok lenni, régész, művészettörténész. Aztán nem vettek fel az egyetemre, és elkerültem az 1.-3. kerületi bíróságra jegyzőkönyvvezetőnek. Elképesztő tapasztalat volt, és megváltoztatta az életem. Beszippantott a kriminológia. A kriminológia tanszék körül akkor volt egy olyan tudományos diákkör, akik először tudtak bemenni Tökörre, a fiatalkorúak börtönébe, és ott utógondoztunk szabaduló fiatalkorúakat. Nagyon sokat köszönhetek ebben az időszakban, meg a későbbi pályám során is Göncöl Katalinnak. Ő segített ide a kriminológiai intézetbe kutatóként. Raskó Gabriella, aki akkor ment nyugdíjba, rám hagyományozta a kutatási témáját, és nagyon sok kapcsolatát, és nemzetközi kapcsolatát is. Mondhatom azt, hogy én voltam az első, aki a családon belül gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekményeket vizsgálta empirikus kutatással Magyarországon. Ez időben formálódott az a csapat és az a gondolkodás, hogy Magyarországnak ismét szüksége lenne egy szociális munkás, szociálpolitikus képzésre. Kaptam egy felkérést az Igazságügyminisztériumtól, hogy készítsem el Magyarország számára a pártfogó felügyelet átalakításának, reformjának alapanyagát. És ezért voltam kint 4 hónapig Angliába, és jártam végig a pártfogó szolgálatokat. Abban az időben az angol pártfogó szolgálat, hogy úgy mondjam, etalonként működött. Az elkerülhetőség az nem azt jelenti, hogy valaki megmenekül a felelősségre vonástól. Nagyon sokszor egy pártfogó felügyelet sokkal több követelést, követelményt támaszt az elkövetővel szemben, vagy az elítéltel, vagy az eljárás alávonttal szemben, mert a börtönbe bemegy, megvan ugye a napirend, azt kell csinálni, végig lehet élni, nem kell gondolkodni azon, hogy mit csináltam, hogy az jó volt-e, hogy ezzel szembenézni, hogy kinek milyen kárt okoztam. A 21. században ért el oda a világ, hogy a büntetőigazságszolgáltatás és az érzelmek kapcsolata érdekessé vált. A világban szerte érdekessé vált az érzelmek, de ez a begyűrűzött, hogy úgy mondjam, a büntetőigazságszolgáltatásba is, és a szankcióknál ezeket a fajta pszichológiai eszközöket, mentális eszközöket bizony használja a büntetőigazságszolgálat. Nagyon helyesen. Nagyon helyesen. Most már így visszatekintve azt is látom, hogy nem csak azért választottam jól, mert ez egy izgalmas szakma, de azért is, mert hogy a kriminológia bármennyire is a bűnözés okaival foglalkozik, ez egy hihetetlenül színes világ. Nem lehet megunni. Tehát egy kriminológus, hogy úgy mondjam, nem ég ki, mert hogy mindig újabb, és ráadásul a bűnözés is változik, hát hajjaj, mostanában pláne, de hogy nem, mindig újabb és újabb információk jönnek, tehát megunhatatlan ez a terület. Az NKR-re, és erre kaptam felkérést, hogy a doktori iskola anyagát, tehát pályázati anyagot készítsük el, hogy gondoljuk végig, hogy milyen irányokat kéne egy doktori iskolának, rendészettudományi doktori iskolának követnie, és ez egy nagyon izgalmas időszaka volt az én kutatói életemnek. Korábban rendőrkollégákkal kutattam együtt
különböző témákon, drog, ellenszer, tehát a drogkezelés, meg a kisebbségi bűnözés, de igazából megismerni a rendészeti gondolkodást, meg a rendészet tudományt, az akkor történt, amikor ide kerültem az egyetemre. Az nyilvánvaló volt, hogy a doktori iskola, mint ahogy minden felsőoktatási intézményben, alapvetően két funkciót tölt be. Az egyik a kutatói utánpótlást képezze, illetőleg az egyetemi oktatói utánpótlást képezze. De én azt hiszem, hogy ezeknél a nagyon speciális doktori iskoláknál, mint például a hadtudományi, meg a rendészettudományi doktori iskola, itt van egy olyan, hogy mondjam, egy újabb, egy harmadik célcsoport a hallgatók között, vagy akiket várunk a doktori képzésbe, azok a nagyon magas szinten képzett rendőri vezetők például, gyakorlati szakemberek, akikből nem biztos, hogy lesz egyetemi oktató, nem lesz belőlük kutató. Viszont megtanulják azt, hogy mit érdemes kutatni, mit lehet a kutatástól várni. Tehát egy olyan, becsülik a tudományt, tehát egy olyan fajta, hogy mondjam, tudományos felkészültséggel rendelkeznek, ami az ő gyakorlati munkájukhoz mindenképpen szükséges. Amiben tovább kell lépnie a doktori iskolának, az a nemzetközi terep. De miután a rendészettudomány egy fiatal tudományterület, nem véletlen, hogy amikor akreditálta a MAB, Magyar Akkreditációs Bizottság akreditálta a doktori iskolát, akkor a doktori iskolának adott egy feladatot. Azt a feladatot, hogy a rendészettudományt, mint tudományt fejlessze. Azt mondanám, hogy mázlim volt. Tehát a pályámon kaptam egy olyan lehetőséget, szakmai pályafutásom vége felé, hogy megerősödjek abban, amit mondtam korábban is, hogy a kriminológia egy hihetetlenül izgalmas terület, mert ugyanarra a témára az ember máshonnan néz rá, és mindig más-más fénytörésben, más-más összefüggésrendszerben látja azért ezeket a kérdéseket. És én megkaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy másik tudományterületre is rá tudjak nézni. Ajándéknak érzem, hogy erre lehetőségem volt, és nyilvánvalóan mindent tőlem telhetőt megtettem. Ráadásul a visszajelzések alapján, szóval amit szerettem volna, és azt hiszem azért legalábbis az első néhány évfolyam visszajelzése szerint sikerült, hogy ez egy tudományos műhely legyen. Az a fajta kapcsolat, ami az első néhány évfolyam hallgatói között van, ahogy egymásra figyelnek, ahogy egymásra segítenek, azt hiszem, ez sikerült megvalósítani. Az egy másik kérdés, hogy a pandémia azért ebbe erősen beleszólt, tehát hogy nagyon, hogy mondjam, atomizálta az elmúlt két évben ezt a működést, de az az első két-három év az nekem is csoda volt, és ahogy a hallgatók visszajelzéséből érzékelem, ők is nagyon élvezték. Kiköltöztük Csobánkára, igazából egy kertes ház vágyam az amiatt volt, hogy úgy szerettem volna, hogyha a család le tud ülni egy nagy asztal köré, és ez szerencsére itt sikerül. Párom beleszeretett ebben a nappalinak a két lila oszlopába, és másként nem tudtam volna kihozni Budapestről. Úgy elkezdtem érezni, hogy a kert meg a természet az nagyon fontos. A családomban, hát nem is tudom, hogy hol kezdjem, nyilván az egyik legfontosabb szereplő a párom, Gosztonyi Géza, aki szociális munkás, szociológus, minden építőmérnök, tehát mindenféle végzettsége van. 45 éve vagyunk együtt, tehát jobban, rosszban, ahogy szokták mondani. Két fiunk született, Gosztonyi Gergely és Gosztonyi Márton, mind a ketten egyetemi oktatók, mind a kettőnek doktori fokozata van, tehát egyetemi akadémiai pályán fut mind a kettő. Van egy unokánk, Gosztonyi Emma, aki most lesz augusztusban 10 éves, és egy nagyon értelmes, okos, szép kislány. Nekem két nővérem van, illetőleg sajnos az egyik egy éve elhalálozott Covid-ban, és a
kisebbik nővéremnek van egy gyönyörű szép nagy családja, a lányának négy gyereke, és még a fiánál is van két gyerek, és a páromnak van egy testvére, ott is van három fiú gyerek, ott még nincs unoka. Nekem már nem élnek a szüleim, de a férjem édesanyja 102 éves, január 8-án ünnepeltük a 102. évfordulót születésének, és teljesen értelmileg, szellemileg teljesen rendben van. Szóval egy csoda hölgy. Tehát amikor összegyűlünk a családban, akkor az bizony ilyen 15-17 ember, és azért jó ez a tér, mert olyan jó látni, hogy ilyen sokan vagyunk, nem vagyunk elegen. Az se lenne baj, ha még többen lennénk, de azért ez egy meghatározó, fontos szempont az életemben. Egyetemistaként hátizsákos turisták voltunk, Nyugat-Európát, Kelet-Európát, Dél-Európát végigjártuk, és tudom, volt egy olyan, nem is tudom, hogy megállapodás-e, azt mondtuk, hogy próbálunk messzire menni, mert amikor öregek leszünk, akkor már csak közelre marad idő. Két éve voltunk az utolsó nagy túránkon, az Indokína volt, ott 5 országot jártunk végig. Van egy nagyon híres buddhista főiskola Kambodzsában, ahol lehetőség van arra, hogy a munkokkal, a szerzetesekkel beszélgessünk. Nagyon izgalmas volt az, hogy egy olyan társadalom van, ahol eltartják, nagyon fontos, hihetetlen fontos szerepe van a vallásnak és a szerzeteseknek az ország életében, de mi van azzal az emberrel, aki pályát módosít és kiugrik a rendből, hogy milyen problémákkal néz szembe, hogy nem tudta, hogy a pénz, tudta, hogy mire való, de a napi használatban soha nem nézett ezzel szembe, vagy nem kellett ezzel szembesülnie, mert 6-7 éves korában bekerült a szerzetes rendhez, és onnantól kezdve egy más életet élt. Tehát ezek nagyon izgalmas dolgok voltak. Az egységük a természettel, a környezettel, az valami lenyűgöző. Valami olyan nyugalom árad az egész környezetből, az emberek közötti viszonyból, hogy mondjam, marasztaló. Tehát ott szívesen eltöltenék én is akár több hónapot is.